Első körben az általános iskolás korosztály mutatkozott be. Gál Noémi Óbecséről érkezett a szavaló versenyre. Sokat gyakorolt otthon, hogy tökéletes legyen az előadása. Én a Kovács Barbara Csacsival készültem, és a népmeséket szeretem a legjobban. És otthon hogyan gyakoroltál a szavaló versenyre? Otthon anyával így mondtuk, és amikor nem jól mondtam, akkor mindig újra kezdtük, és így megtanultuk. A gyerekeknek nem okoz gondot a versek megtanulása. Élvezik, hogy közönség előtt szavalhatnak. Szeretem a vicces verseket. És hogyan szoktál felkészülni a szavaló versenyekre? Hát anyával szoktam felkészülni. Először elolvasom sokszor, aztán pedig elmondom. A körzeti szavaló versenyre 30 alsós, 35 felsős és 29 középiskolás jutott be. Nagyon erős a mezőny, sokszor elhangzik, hogy a zsűrinek nehéz a dolga, szerintem nehéz lesz. 15 percet kaptak, hogy döntsenek, biztos tovább fog tartani, hisz nagyon sok jó szavalat elhangzott. A körzeti szavalóversenyre Vajdaság több településéről is érkeztek gyerekek. Az eseményen magyar kanizsai, zombori, kishegyesi és topolyai diákok is részt vettek.